Nem mindennapi élményekkel gazdagodott a tengeren túlon a Nyíregyháza Tigers három edzője és két játékosa. A küldöttség közel két hetet töltött az Egyesült Államokban, és ez alatt az idő alatt hét államon is megfordultak a sportemberek. A csúcsot az a négy nap jelentette, amely alatt a sportág bölcsőjének számító Kentumban gyakorlati és elméleti képzést kaptak a magyarok több más nemzet képviselőinek társaságában. Csodálatos 12 napon vagyunk túl. Két játékosunk, Tóth Gábor és Panykó Patrik kapott egy lehetőséget egy négy napos edzőtáborra, úgyhogy az edzőstáb ezt is kihasználta, és a támogatóknak hála, ezt meg tudtuk oldani támogatói forrásból ezt a túrát, így részesei lehettünk a futball őshazájában, Kentonban tartandó tábornak. A négy nap során a két srácot nagyon sok szempontból fizikálisan is, meg a szellemi képességüket is a futballhoz felmérték, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó helyt álltak a közel 40 fős mezőnyben, és nagyon bíztató híreket kaptunk így visszaigazolásként, úgyhogy valószínűleg jövőre is mehetünk. Szerte a világból próbáltak minél több tehetséget felkutatni a szervezők. Venezuelán át, Kenyán keresztül, Franciaország, nagyon sok brit játékos volt, olaszok, spanyolok, tehát azért voltak szép száma. Magyarországról mi voltunk, és én azt gondolom, hogy nagyon eredményes volt az időeredményeket és mindenféle teszteredményt összevetve a mezőnyel, főleg Tóth Gábor, ő nagyon elő végzett minden felmérőben. A világ legnézettebb bajnokságának számító, több mint 67 ezeres meccsenkénti nézőszámmal büszkélkedő NFL nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a világ minden pontján népszerűsítse a sportágat. Nagyon profi volt mindenki, tehát abszolút a szakma krémje volt ott. Ugyanakkor ez egy nagyon családias hozzáállást tapasztaltunk, mindenbe bevontak minket is, és nem csak a játékosoknak, hanem a szakmai stábnak is volt egy elég komoly elméleti oktatás. Illetve minden egyes olyan meetingen, minden egyes olyan megbeszélésükön ott lehettünk mi is, ami a táborra vonatkozott és a táborral kapcsolatos. Illetve volt egy nagyon fontos úriember az egész négy napban velünk, illetve körülöttünk is. Ő a úgynevezett scout, a játékos megfigyelő, aki tudatosan kapcsolatépítés céljából mindenki az odament és két-három kedves szót szólt, amellett, hogy azért árgus szemekkel figyelte a tehetségeket. Szépe József elmondta, hogy az Egyesült Államokban tanultakat igyekeznek majd hasznosítani a szeptember 2-án rajtuló junior bajnokságban, valamint a következő szezonban, amelyben a legmagasabb osztálynak számító Hungarian Football League-ben indul majd a Nyíregyháza Tigers.